Sziasztok! Annyira nem lesz vidám ez a téma, mert az igazságot fogjuk kicsit gorcső alá venni, és nagyon jól tudjuk, hogy aki az igazságot hordozza, az általában nem túl népszerű. Úgyhogy ezért én sem vagyok túlzottan népszerű, mert általában meg szoktam mondani a frankót. Vagy hát mindig megmondom a frankót, csak valamikor egy kicsit nyersebben. Nyilván ez az én szemszögemből van tálalva, ami, ami azt jelenti, hogy az én tapasztalataimra és az én tanulmányaimra épül. Na most! rengetegszer kerestek meg mindenféle olyan történettel, hogy táblásítottatok, meggörbült, készítettetek bűtűs meggörbült, készítettetek ilyen teljes szélességű fosznikból valamit, meggörbült, utána raktatok alá a vasat, elhúzta a vasat, eltörte a csavart, és sorolhatnám az egész dolgot, de ami most az elmúlt két hónapban írdatlanul felkúrta az agyam, az, hogy mindenhova akácot akartok rakni. Tehát, mert az akác, az az meg az az, az atya úristen. Na, mert hogy olvastátok, hogy az akác az tartós. Úgyhogy akkor ezt, ez kicsit így vesézzük ki ezt a dolgot. Tartóság és felületkezelés szemszögből, meg egy kicsit belemegyünk ilyen anyagismereti történetekbe. Készült már erről videó, de nagyon régen nem találjátok, elfelejtettétek, stb. Tehát ezen is különben szét szoktam egy kicsit menni, de mindegy. Ez a Mérszivat meg a faanyag című történet volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, két részben, ahol a nedvességtartalom és a fának a mozgása volt tárgyalva. De ez önmagában igazából baromira kevés, az csak egy ilyen kis bevezető. Szóval... Kezdjük először is a fafajokkal, mert az nagyon fontos. Négyféle csoportosítása van a fáknak. Ez az old school, ez az ortodox csoportosítás, ezt ma már nem igazán így tanítják. Vannak a fenyők. Schlusspass. Ilyen egyszerű. Fenyők. Ugye ezek örök zöldek, kivéve azt az egyet, a vöröset, ami ugye lompullató. Aztán ezek a legősibb fák. Tehát ezek gyakorlatilag még az ilyen... Tehát ők megmarad, megragadtak az egyetfejlődésnél. Jó? Tehát olyan, mint a neandervölgyi, ugye, ami kihalt. Mármint az ember. Nagyon egyszerű felépítésűek. Egyszerű lelkek. Aztán vannak a lombhullatók, ugye lombosok magyarul, vagy hát rövidítve. Ezen belül vannak a gyűrűs és vannak a szórt Ez egy nagyon fontos, behatároló tényező, hogy a gyűrűs általában milyen, a, a, milyen tulajdonságaik vannak, és a szórt milyen tulajdonságaik vannak. Hogy most ezen belül ezek ilyen vadonnövők, vagy gyümölcsfák, vagy mit tudom én, az most lényegtelen, egyet kivéve a cseresznyét. Én 92-3 környékén még úgy tanultam, hogy vannak a gyűrűslikacsúak, vannak a szórtlikacsúak, és van a cseresznye. Jó? Aztán, hogy a cseresznye alá besoroljuk-e a megyet, arról már nem szólt a fám. Jó? Tehát ez így van, mert a cseresznye az egy kicsit ilyen furim, mert az egyszerre hozza a gyűrűslikacsut is, meg a szórtlikacsut is. És akkor jön a másik kettő, amit mindig összemostok, de mint a szemétszart. Ezek az egzóták és a trópusi fafajok. Úgyhogy kezdjük ezzel, mert ezzel találkozunk viszonylag ritkábban, egyébként meg nem. Hivatalos terminus az egzótára, azt a fenőkövet félrelekom. Ja, ha kell hajdu fenőkő, akkor szóljatok. Csak mert az az Ákosnak a gyémánt. Szóval, bárhol megnézed azt, hogy mit jelent az, hogy egzóta, nem a Google keresést nézed meg, mert múltkor ebből is volt valakivel vitám, hanem régi könyveket, jó, amiket még nem sikerült digitálisan hamisítani. Alexandriai könyvtár, stb. 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 Szóval az egzóta az az, ami nem őshonos. Jó, és nagyon, nagyon röviden le van vezetve, de majd berakom ide valahol alulra, hogy pontosan mit sikerült ezzel kapcsolatban. Nagyon nehezen felkutatnom digitálisan, tehát az egzóta az a nem őshonos növény, ami nem a saját élőhelyén nő. Nagyon egyszerű. Ilyen van állatban is egyébként, tehát nem csak, ez nem csak a növényekre. És van a trópusi, ami kurva egyszerű, mert az meg a trópusokon nő. Tehát ö, ilyen egyszerű az egész szitu. Ugye ott gyakorlatilag nincsenek pászták, évgyűrűk is alig vannak, mert igazából egész nap tud nőni, szerencsétlenje, Jó? Tehát ez csak így elindul, aztán nő főfelé, csak hát olyan kevés a táptalaj, vagy olyan alacsony a talajréteg, hogy gyakorlatilag ugye terpeszeket, mint a a fau 2 es rakéta, tehát ilyen kis oldalbordái vannak, azzal támasztja meg magát, hogy ilyen 60-70 méterre meg tudjon nőni. Slusz, passz, ennyi. Ja? És akkor elérkeztünk az akáchoz. Na most. Volt már korábban erről szó a csatornán, és ott valaki, egy erdész, ha jól emlékszem, akkor odaírta, hogy azok a fák, amelyek a honfoglalás korban nem voltak itthon, azok Exoták. Akkor most nézzük meg az akácot. Az akác az Amerikából származik. Jó? Amerikát mikor fedezték fel? Jó, tehát Vangelis paradicsom meghódítása, nyilván nem Vangelis rendezte. Kolumbusz egyébként egy pervers fasz volt, ezt csak úgy zárójelben mondom, hogyha esetleg valakinek lógna a falán egy Kolumbusz kép, hogy hát ez mekkora egy jó csóka volt, ugye eleve nem tudott navigálni, mert akkor ugye, <laughs> na mindegy. Szó, szóval, a lényeg, visszatérve, 1492, és akkor ugrunk egyet az időbe, 1700-as évek, jó? Tehát a 18. század közepe vége felé kezdi el, tessedik Sámuel kezdte el betelepíteni. Korábban már voltak kisebb ültetvények egyébként Magyarországon, de ő kezdte el nagy számban betelepíteni az Alföldre. Miért az Alföldre? Azért, mert a fosó homokat, amit ugye a szakirodalom futtó homoknak nevez, azt ezzel próbálták nagy sikerrel egyébként megfogni, mert hogy az akác az egy nagyon jó tűrő növény, nagyon szikes talajon is képes megélni, kevés vízből el van, és, és ott neki jó. Milyen egyszerű. Ennek köszönhető egyébként az, hogy gyakorlatilag egész Európában Magyarországon vannak a legnagyobb akác telepítések, vagy hát... Hát nem társulás, az más. Nem vagyok erdész. Itt a szakirodalom az gyönyörűen megfogalmazza, hogy az akác az nagyon tartós, kültérben is, meg, meg mindenhol. pú minden kurva jó. Egy baj van vele, rohadtú sárga. Meg hogy rohadtú tilliszes. Jó, és akkor itt most ketté kell szednünk azt a dolgot, hogy valami tartós, meg hogy valami szép. Ha valaki most előjön egy olyan problémával, hogy ő kültérbe szeretne valamilyen terméket, jó? Összefoglaló néven terméket, tehát széket, padot, sintó, kaput, kerítést, vagy én nem tudom mit csinálni, akkor egyből a báj beugrik az akác. Meg beugrik a tölgy is valakiknek, csak aztán ugye kiderül, hogy a tölgy az rohadtul drága, akác az meg annyi van, mint a szemétszar, úgyhogy akkor legyen akácból. Amikor egy terméket készítünk, akkor, és amikor a szakirodalom azt írja valamire, hogy az tartós, akkor az a fa anyagára vonatkozik. Nem arra, hogy te abból előállítasz egy terméket, ami már egy összetett történet, és azt te felületkezeled. Ugyanis az akácot normál esetben szárítani sem egy túlzottan egyszerű történet, és felületkezelni sem. Na de miért nem? Hiszen fa. Tehát most mik vannak benne edények, vannak benne van szijácsa, van gesztje. Akkor mi, miben különbözik egy akác egy fenyőtől például? Vagy miben különbözik egy akác egy tölgytől például? De mindegyik fa különbözik a másiktól. Termőhely, a kis DNS-e, meg az összes többi ilyen, ilyen, történet. A legfontosabb, hogy ha emlékeim nem csalnak, akkor az akác az egyetlen olyan fafaj, ami annyira szemét mocsok állat, hogy amikor felszívódnak a sejtjei a gesztben, tehát összeállnak ilyen hosszú edényekkel, itt tudom én, akkor kis apró tilliszeket hoz létre a felszívódás során, amiket úgy kell elképzelni, mint apró pici lufteballonok a kis csőben. Ja? Tehát képzelj el egy csövetemben, lufik vannak. És ez tök jó egy bizonyos szempontból, mert hogy nehezen vesz fel vizet. Jó, mert ott a lufi meggátolja, hogy bemenjen a víz. Egyébként ez a probléma a vízleadással is, hogy ott van a két lufi közte, meg ott van a víz, tehát akkor ez kicsit nehéz leadni. Tehát már a rostelítettségi határérték fölött is nehéz leadni. Mi is az a rostelítettségi határérték? Ez az akásznál lényegesen alacsonyabb, mint a többi fánál, tehát ugye általában úgy szoktunk számolni, hogy vagy 30 vagy 29 százalék szakközépiskolában, aztán később megsugják, hogy Hát azért van olyan fa, amilyenné több, meg van olyan, amilyenné kevesebb, az akár az ugye kevesebb. E fölött szabad víz van, ez alatt pedig kötött víz. A szabad vizet azt így ki lehet hajtani könnyen, mert már igazából az ott van. Tehát az, az olyan, mint hogy megfogod a kulacsot, és akkor ugye elkezdesz belőle inni, és akkor jön a víz. Vagy mint egy zsebkendő, hogy megfogod, textil zsebkendő, ugye beáztatod vízbe, és akkor így az elején így folyik ki belőle a víz de attól az még vizes marad, csak már nem jön ki belőle, nem tudod kihajtani, úgymond. És uh, ilyenkor van az, hogy meg kell csavarni. Hát a fát megcsavarod, az úgy nem lesz jó. Ezt hívjuk kötött víznek, az molekulárisan, jó, így, de szépen kimondtam, molekulárisan kapcsolódik a sejtfalakhoz. Tehát molekuláris szinten, tehát pici szinten. És ott kötések vannak. És uh, ahhoz bizony energia kell, hogy az onnan kimenjen. Ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy kivisszük a napra, hú, fújjuk, mert ugye a szárításhoz két dolog kell, hőmérséklet, nem nap, hőmérséklet és légmozgás. Ez a kettő dolog kell a szárításhoz. Nagyon egyszerű. Mégis olyan bonyolult. Ebből látszik, hogy már a szabad vizet is kicsit nehéz belőle kihajtani, de annyira nem vészes, hiszen az akác az arról híres, hogy gyakorlatilag friss állapotában el lehet égetni. Aki már próbált vizes akáccal tüzelni, azért azt tudja, hogy azért ez annyira nem igaz, nyilván jobban ég mondjuk, mint egy ö, vizes fenyő, bár ott meg a gyanta szól bele a történetbe, de most ez megint egy ö, másik kérdés. És akkor elérkeztünk a felületkezeléshez. Mi kell egy jó felületkezeléshez? A jó felületkezelő anyagon kívül az, hogy be tudjon szívódni a fa rostjai, sejtjei közé, ott kialakítson valamilyen kötést, védjen, merevítsen, stb. stb. Na most, hogyha egy fát a természet úgy alkotott meg, hogy gyakorlatilag a pórusait lezárta, akkor te hogy a büdös picsába akarsz oda a anyagot bejuttatni? Hát persze egy rétegen biztos, hogy működni fog, de egyébként nem. És akkor előkezdtünk a másik problémához, ez a harmadik vagy a negyedik probléma az akáccal, meg minden más gyűrűs likacsúval egyébként ez a probléma, hogy roha túl szeret repedni. Oké? Okay? A repedés az nem, nem egy olyan történet, hogy jó, kivágom a belet, és akkor nem fog megrepedni. Meg fog repedni akkor is egyébként, mert tele van feszkóval, főleg egy akác, az nagyon tele tud lenni feszkóval. Aki döntött már ki akácot, vagy tanult döntést, az nagyon jól tudja, hogy mindig elmondják, hogy amikor az akác megindul, akkor te rohadtul elfutsz a faszba, mert van olyan, hogy visszarugózik, tehát így ugrik egyet, és hosszába így szétcsattan a faszba. Jó? Ezt nem állt, hogyha az ember úgy észben tartja, mielőtt neki áll a de kácadó ind az erdőbe, ugye nagy romantikában. Íme egy csodálatos, gyönyörű kőr is, ez egy álgesztes kőr is. Gyönyörűen látszik, hogy a bél mellett van már egy repedés. This is. ez, ez a repedés, ez mindig lesz egy fát kivéve a tiszafát. Biztos van még valahol a messzi afrikai dzsungelban egy olyan fa, ami egyébként nem reped, de hogy ez meg fog repedni, az hót kurva élet. És mellette még itt is van egy-két ilyen masszívabb repedés, hogyha jól megfigyeled. Oké? Okay? Érdekes módon ezek nem a béltől indulnak, hát nyilván mindegyik sugárirányú repedés, de nem a béltől indul, hanem kicsit arrébb. Ugye ez a bélből indul ki. És akkor nézzük meg közelebbről az évgyűrűket, mert az évgyűrűk azok nagyon sok mindent el tudnak mesélni, de előtte én mesélek valamit. Ahhoz, hogy bármilyen növény tápanyagot tudjon felvenni, és ezáltal a növekedését tudja finanszírozni, hiszen te is akkor hízol, ha vagy röhöksz, euh, nyilván nem, vagy hogyha táplálkozol, és az a táplálék az nem hasznosul, hanem raktározódik. Most a fának szerencsére nincs ilyen problémája. Amikor a fák beszélgetnek egymással, akkor viszonylag ritka az a téma, hogy figyelj ma, hogy meghíztál. <laughs> Jó, tehát ha az egyik fa meghízik, a másik mellette lévő is megfog. Ez egy nagyon fontos uh, axióma. Mert hogy ugye kell a tápanyag ahhoz, hogy a fa nőjön, ahhoz, hogy tápanyagot tudjon felvenni, ahhoz viszont egyetlen, egy nagyon fontos dolog van minden növénynél, és ez a legfontosabb, az pedig az, hogy a tápanyag az vízben oldott legyen. Oké? Okay? Tehát, ha a földben ott van, vagy a talajban ott van a tápanyag, de az nincs feloldva vízbe, magyarul a növény a gyökerei segítségével nem tudja azt a tápanyagot magába integrálni, akkor nem fog nőni a fa. Ilyen egyszerű. Tehát ez olyan, mintha te kapsz uh, zacskós tésztát, és te így, így egybe lenyeled. Tehát ott van a tápanyag, az zacskó mögött, de hát az zacskóval lehet tud itt kezdeni egy oborsabb, tehát uh, úgy fogod kiszarni a gyöget. De nem fog szízni. Tehát ebből a szempontból jobb. A példa abból a szempontból nem jó, hogy hát a nylon ugye az, azzal együtt te megeszed, a fa még odáig se jut el. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Egyszerű példa, kiégett a fű a faszba a kertbe, kimész, szakad az eső, tehát három hétig nem esett az eső, nem nő a fű, leesik az eső, két nap alatt nő másfél métert kín a fű, vagy a gaz, vagy én nem tudom micsoda, jó? Nagyon egyszerű. Ebben az is be közre játszik, hogy milyen az a talaj, tehát én most nem akarok ilyen mezőgazdász, agrármérnökös dit játszani, mert nem vagyok az, de a témában nagyon sokat nézegettem. Tehát a túlművelés, az eketalp, nyilván ezek ugye nincsenek meg a, egy erdőben, de ha rossz minőségű a talaj, nincsen vízmegtartó képessége, akkor a fa sem fog nőni, illetve a növények sem fognak tudni nőni. Ez most jelenleg egyébként az összes ilyen európai, meg magyar ö, mezőgazdaságiban probléma. Tehát mindegy ebben most nem ugrunk bele mélyebben. Ha azt mondjuk egy fára, mint például itt őre, jó, tehát nem változtatunk most itt a fókuszon, ez egyébként egy erdei fenyő, direkt nem borovit mondok, akkor itt lehet látni, hogy az az első, bő esztendő, mert az első pár évben a fa az viszonylag ilyen gyorsan tud növekedni. Tehát az első két-három év ott nagyon gyors, ugye sekélyes a sekélyes a növényzet, nem kell annyi tömeget hoznia, gyakorlatilag tudja a, a fatestre fordítani ezt az energiát. Tehát itt látszik is, valahol itt volt a bél, ahol a csavarhúzónak a vége, és onnantól kezdve ugye megindul a harmadik év, mondjuk itt van, és utána így beállt. Na most ez egy nagyon szép évtized volt, vagy húsz év, mert gyakorlatilag az összes évgyűrű az egységes szélességű. Olyan egységes évgyűrű szerkezetet, mint ennél a lucfenyőnél, ahol gyakorlatilag, ugye itt is megvan az az első nyolc év, mondjuk az elég csapadékos volt, de utána azért egy kicsit így beállt a dolog, és fél milliméteres, fél milliméteres évgyűrű szélességek találhatók az csak olyan környezetben fordulhat elő, ahol az időjárás az gyakorlatilag konstans. Tehát megvan a tavasztól őszig tartó ö, csapadékos idő, ahol fatömeget tud hozni, tehát ugye ez lesz a korai pászta, és utána pedig ugye átváltunk a téli időszakra, amikor nem feltétlenül lesz annyi csapadék, vagy ha igen, akkor viszont a fa nem tud vele mit kezdeni, mert itt jön be az a faktor, hogy a fa működéséhez maga a tápanyag az kevés, hiszen szüksége van még két nagyon fontos dologra a vizen meg a tápanyagon kívül, az a napfény és a széndiokszid. Jó? De mivel télen a fa elmegy szuszizni, e, már a ugye? Ezért ott igazából vegetatív állapot jön létre, bár itt megint megosztanak a vélemények, hogy a késői pásztal, az igazából egy ilyen átalakuló valami, nem tudom, útkor olvastam. Tehát mindegy, nem lényeg számunkra, a sötét vonal az a késői pászta, a világos vonal pedig a korai pászta. Ilyen egyszerű. Jó, tehát ő itt egy luc. Az volt, és akkor nézzünk meg egy másik lucot, jó, kicsit csalóka, ugyanis itt az a trükk, hogy ez ferdén van vágva, ez csak, tehát ez egy égbe van vágva, gyakorlatilag itt igazából ez a helyes. Itt gyönyörűen még bent van a bél. Jó, nincs repedés, még az egész jól bírja. Itt nagyon jól látszik, hogy volt olyan késői pászta, ahol azért elég szépen volt csapadék, és valahogyan ezt föl is tudta ő használni, vagy megzavarodott a biológiai órája, mert ilyen is van. Jó, de itt, amit észre kell venni, hogy gyakorlatilag 5 mm-esek a pászták és akkor viszonyításképpen jó, tehát szerintem kibe jól látszik, hogy itt mi a probléma. Ugyanez Pepitában, annyi a különbség. Itt annyit kell észrevenni egyébként, hogy itt van egy ilyen beverés, ez egyébként egy áked kezdemény lett volna. Ez egy kőris. is. Jó? A kőris is is csú. Tehát a taxifák, tölgy, akácskőr is szil ezek mind gyűrűs likacsúak. Meg hát nyilván van még egy csomó más gyűrűs likacsú, amelyeknél az a lényeg, Az edények és ezért az ez a, a, korai pásztában, pásztában helyezkednek el. Ettől lesz gyűrűs likacsú. És ott megrepedni. A szort likacsúnál nincs ilyen probléma, mert a korai és a késői pásztában egyaránt megtalálhatóak ezek a likacsok, és ezért erre azt tudjuk mondani, hogy sokkal homogénebb a fának a szerkezete. Lásd, bükk. Fenyőknél nincsen ilyen, hogy gyűrűs vagy szortlikacsú, mert ők tök egyszerűek, jó? Tehát ott uh, traheák sincsenek, traheidák vannak. Mindegy, nem lényeges számunkra. Amikor azt mondjuk egy fára, hogy uh, sűrű, évgyűrű szerkezetű, meg meg egyéb dolgok, akkor az uh, igazából nem annyira a fának köszönhető, hanem a termőhelynek. A termőhely és azon belüli orientációja a fának, az kurva fontos. Nézel egy, egy dombot, a domnak a, az egyik oldalán, meg a másik oldalán növő fa, hiába lokálisan pár méterre van egymástól, teljesen különböző ö, fa testet fog igazából hozni. Arról nem is beszélve, hogy ezek a szerencsétlen fák, ezek szeretnek kicsit forogni. Tehát amikor elindul a fa növekedése, ugye ott egy versenyszituáció van. Ne ilyen dugványozásra gondoljunk, hanem arra, hogy leesik a mag, ugye ez a klasszikus repül, a madár kiesik a valami a szájából, leesik, elindul a növekedés, stb. stb. De hát ott gyerekek, van egy ökoszisztéma, tehát ott vannak más növények is, ugye talajszint, cserjeszint, szint, lobkorona szint, ugye környezet ismeredből még nagyon régen, tehát amíg ő nem lesz másfél méteres, és nem tud kikukucskálni a, a cserjék mögül, hogy ha én vagyok, hello, gyertyán leszek, addig ő ott igazából megeszi a nyúl, lerákcsálja az éhes disznó, vagy a, az nem, mert az túr, meg az őz, meg az összes többi ilyesmi hanem ő addig ott, ott gyorsan akar, gyorsan, nézé, minél több tápanyagot, minél több esőt, jaj, hadd erősödjek meg! És amikor már ilyen délceg, ilyen kis uh, teenager lesz, akkor neki kezdődik a második verseny, hogy a többi cserje közül, a többi fa közül minél jobban tudjon felfelé törekedni, menjen a fény felé. Szóval szállj a fény felé. A gyerekek, kurva egyszerű az egész. Mert a napfényre megy az egész buli. Hát úgy, hogy a leveleit oda forgatja. Na most ez a szerencsétlen fa azért, ez, ez nem, nem egyenli, ez egy ilyen, napelembe az így tekergeti magát. Viszont tud olyat, hogy menet közben egy picit tekeri magát. Jó? Nehéz elhinni, de ha megnéztek hosszú, egyben lévő farönköket, azokon oldal irányban spirálok találhatóak. Na most itt ne ilyen azért, 90 szökperces elfordulásban kell gondolkodni. Jó? Tehát ezek nagyon minimális történetek. Mi esetlen. Imbuszkulcs. Jó. Nem mindegy, hogy az az például hol nő. Mert ha ez egy csapadékos területen nő, és mivel az állományok, amikor íródtak ezek a könyvek, akkor azok még az Alföldire vonatkoztak, akkor ott bizony, nagyon pici évgyűrűkkel fogunk találkozni, hiába hozhat esetleg nagy, úgymond nagy testömeget, vagy hát fatömeget, de hogyha ez itt nő nálunk, hát nálunk az akác, az, az ekkora évgyűrűi vannak, 3-4-5 mm. Jó? Tehát azt ne hasonlítsuk össze azzal, mint amit egy szakkönyv ír mert ott egyébként lesz hivatkozás. Az átlagos évgyűrű szélesség 1,5 mm, és 25 mm, jó? Tehát ha nem ennyi, akkor neked nem olyan akácod van, mint amire a könyv hivatkozik. Ne gondoljuk azt, hogy mivel a jobbágyok az Alföldön ezt használták építkezésre, és ebből készültek a házaik, meg nagyon sok használati tárgy, nem vagyok néprajzkutató, a hú, erről a hobó jutott eszembe, na mindegy. Akkor ne gondold azt, hogy ebből te például rönkházat fogsz építeni, mert most pont volt egy ilyen vita is. Gyerekek, az akác nem jó rönkháznak. Jó? Rohadt nagyok a mozgásai az akácnak. Még egy fontos dolog, tehát nézzél rá erre a fára, szerintem nagyon jól látszik, hogy itt alul meg van ívesedve egy picit. Ez elég régóta itthon van nálam. Mozog. Jó? Nyilván, ha ezt én most így meggyalulom, mert most már nagyjából kimozogta magát, ha ezt én most így meggyalulom és elkezdem bedolgozni, nyilván nem ezt a kis darabot, akkor ez már azért nagy valószínűséggel nem fog megmozdulni. De ezt mindig bele kell kalkulálni, és nem véletlenül készítünk ekkora szegmensekből lapot. Persze tudom azt is, hogy a külföldi csatornák által inspirálódott emberek, akik látják, hogy ilyen nagy széles padok, meg mármint a fa padok, meg, meg mit tudom én milyen tujából, meg, meg tököm tudja miből készítenek, ugye ilyen gyönyörű nagy viking asztalokat, meg, meg ilyen, ilyen rustikus cuccokat, hogy hát nekik nem mozdul meg. Na most el kell mondjam azt a kis apró szösszenetet, hogy Amerika az ugye egy ilyen bő 7-8 ezer kilométerre van tőlünk, lehet, hogy nem ennyi, az egy kurvára más világ, jó? Csak annyi, hogy a Európában, ezen a térféle, ezen az ős kontinensen, a kultúra bölcsőjén, a fafeldolgozás az jellemzően keretfűrészgépekkel, alias gatterokkal működik. Jó? Ez és társai. Mellette bejött nyilván a szalagfűrészes technológia, rönkosítás, rönkvágás, nem mindegy, melyik gép melyik illetve bejött ugye a körfürészes technológia, a profilmarós technológia. A gattert azt Amerikában nem is ismerik. Ugyanis a gatternak van egy rohadt nagy problémája. Ez pedig nem más, mint a keretnek a szélessége. Tehát ott mások a dimenziók. A mértékegység is más, de a dimenziók is. Tehát míg nálunk egy 40-50 cm átmérőjű luc, vörös, Fekete fenyő rönk az már ö, extrém, addig náluk ez másfél-két méter. Onnan kezdődik. Tehát akkor mekkora gatter kéne neki? Rohadt nagy tömegű gatterokat kellene építeni, nem éri meg. Ezért ott körfűrészes technológia van. Ami nálunk elképzelhetetlen, hiszen egy körfürésznek olyan széles fogának kell lennie, hiába használunk két körfűrészt lapot ugye egymástól így eltolva, és úgy engedjük át, meg egyebek, hogy ott vannak másfél-két méter átmérőjű lapok, és azzal dolgozzák fel, meg szallagfűrészes technológiával nem számít a hulladék, hiszen írdatlan nagyok a dimenziók. Na most, oké, okay, tehát fölfűrészeltük ezeket a kurva nagy fákat, tök fasza, ezt itthon is meg tudjuk csinálni, hiszen Woodletik, meg sok mindenki más, ugye, a láncfűrészes technológiával föl tudja lapolni a hegy oldalba. Jó? Tehát ezzel effektív nincs probléma. A szárítással van a probléma mindig. Tehát a következő tárgy megint csak a szárítás. Tehát amíg neked nincsen stabil anyagod, addig te nem fogsz tudni dolgozni. És múltkor is a Gáborral vitatkoznom kellett, tehát nem értitek meg, hogy természetes szárítással nagyon nehezen érhető el a szobaszáraz hőmérséklet. A szobaszáraz hőmérséklet az 8 plusz mínusz 2 százalék. A légszáraz az 15 plusz mínusz. Tehát ha te kint vagy, tető alatt, fedett helyen járja a szél, meleg is tud lenni adott esetben. Nem fogsz tudni 15-12% alá menni. Vagy rohadt sok idő. És itt az idő a lényeg. Tehát ugye megint hozhatnám a hangszeres példát, stb. stb. Amit az Ács-Budapesték idehoztak, kőris anyagot, nem mozdult meg. Nem volt benne feszültség. Tehát fűrészeltem nagyon sokat, mert sok pallót hozott, vágtam, nem feszült be a fűrész egyszer sem. Nem volt olyan, mint amikor múltkor megint felhívott valaki, fölszelte a pallót 30 szakra, és meggörbült, mint a Robin Hoodnak a, az íja. Jó? Tehát egyszerűen abból te már nem fogsz kiszedni semmit, mert sikra kéne gyalulni. Jó? Tehát ezeket kalkuláljátok be. És azt is, hogy a fánál is ugyanaz a helyzet, nem tudsz széllel szembe húgyozni. Vagy hát tudsz, de húgyos leszel. A fánál ugyanez a helyzet. Meg fog szivatni, ha nem figyelsz oda, nem olvasol, nem nézel hauktomi videókat, vagy hülyékere hallgatsz, mert ugye ebből is nagyon sok van, tehát az akát, az vörös fegyő, az, akát, a az akát, úgy tele vagy csersavval, érted? Van egy kerítésem kint, tele van csersavval. Tölgy. Szerinted most milyen? 25 év után. Mint a pudva. Hozhatnám a, a példát a vágódeszkákról. Tehát ne akarjatok 30 évre vágódeszkát készíteni. Minek? Ki az a kibaszott optimista, aki 30 évre tervez? Jó? Tehát már ez autókat se tervezik annyira. Oké, okay, hogy vannak 60-70-80 éves Mercedesek, BMW-k, meg én nem tudom micsoda, de hát a többségük azért rohat már réges-régen. Tudom, ez így egy kicsit nyers, de ne, nem, tehát az egész asztaloskodásban, fával történő munkában nem a gépek használata a legnehezebb, nem a felületkezelés a legnehezebb, hanem a fával való munka. Mindent ez határoz meg, az alapanyag. Ha rossz az alapanyag, nem tudod kezelni az alapanyagot, mert azért lehet kezelni, akkor az egész az veszett fejsze nyele. És ezért van az, hogy nem mindenki mutatja meg, ha valamit elbasz, ha valami meggörbül, ahogyan az is érvényes, hogy egy nem stabil fát átviszel A-ból B-be, ahol más a klíma, el fogja dobni magát. Ez garantált. Ha stabil, akkor nem. Csak ugye itt jön be az a probléma, hogy mikor stabil. És akkor itt majd még kell külön beszélnünk a nedvességtartalomnak a méréséről, hogy azt hogyan lehet, milyen, milyen módszerek vannak rá. Szerencsére most sikerült egy nagyon jó műszert szereznem, viszonylag olcsó, a másik az nem jött meg mondjuk. Nem olyan egyszerű ez a dolog, de nézzétek a fákat, nézzétek, simogassátok, nézzétek meg az évgyűrű szerkezetet, két különböző évgyűrű szerkezetet meg se próbáltak összerakni, mert azzal is megszivatod magad. Tehát, hogyha ennél megnézed, ez, nagyjából ugye nyilván ez egy vágás, ugye most erre nem megy rá a fókusz, megnézed itt az évgyűrűket, Abba nem menjünk bele, hogy most itt sikerült így összehozni, de ez mindegyik össze lett jelölve, hogy hol volt a közepe, mert a kőrisnek a, ez az enyhén hullámos évgyűrűi, ezek azért meg tudják viccelni az embert ugyanúgy, mint a gyertyánnál, tehát annak is, és minden egyes fának egyébként van valamilyen rohadék tulajdonsága. Tehát ha azt mondom, hogy ez könnyen fényezhető mondjuk, például a kőr is is tök könnyen fényezhető saját anyagával, de egyébként nem képes egy rohadt pálcot beszívni. Tehát egy színezék alapú pálcot nem tud beszívni. Azért kell hozzá vagy kombinált pálc, vagy, vagy pedig pigmentált pálc, hogy egyáltalán valami szint tudjunk elérni. Ugyanez is egyébként az akácra. Tehát próbálj meg egy akácot, Mondjuk ében színűre, mert egyébként ugyanazt tudja körülbelül. Próbálj meg egy akácot beszínezni feketére. Jó? Színezék alapú pátca. És akkor utána gondolkodjál el azon, hogy akkor ez most jó-e kültére, vagy nem jó kültére. Mert hogy tartós, azután pont van. Arról nem szól a fáma, hogy ha felületkezelni akarod, és te egy plastikus, butor minőségű dolgot akarsz kintre, akkor azt felejtsd el. Ez nem arra való. Oké, okay. igazából kültérre butor minőségű anyag, az vagy nagyon drága, vagy nem létezik. Ugyanez a helyzet a tikkel tehát az egy trópusi fafaj, és kifejezetten hajóra, meg vizes környezetre van kitalálva, mert hihetetlen mennyiségű olaj, mindenféle vegy, vegyi anyag, meg egyéb minden más van benne. Egy baj van vele, szürkés ezüstösre tud fakulni vagy színeződni, Bizonyos időközönként. Tehát hiába olajozod le, előbb-utóbb le fogja magáról dobni, de mivel sós környezetben is megállja a helyét, tehát maga, mint szerkezet, tartós. Mint felületkezelt anyag, felületében nem tartós. És mindig jön ez a hiszti, hogy mert hogy ledobja ezt a lazúrt, ledobja azt a pálcot, ledobja azt a lakkot, meg, meg mit tudom én, egy délnyugati fekvésű, bár az, az, az szétkúrja az UV. Tehát az, hogy 50 évvel ezelőtt bírta, az egy dolog. Akkor meg mondjuk normális feletkező anyag nem volt. De most már nem bírja. Jó? Hihetetlen erős, ultra olyan túli sugárzás van, ami lebont mindent. Oké? Okay? Műanyagot megeszi. Mondjuk azt régen is megette. Mindegy. Tehát az ellen egyéb más módszerekkel kell védekezni. És hozzuk itt a Rubiót, teszteljük mi is őket, hozzák a laborból, most is, ami itt volt, előtte egy vagy másfél évig kint volt egy, egy trepni. Nem tudjuk, hogy, hogy délnyugatin volt-e, vagy csak, vagy csak, simán egy délin, vagy simán egy keleti oldalon. Arról nem szólt a, a, a fáma, de tök jól egyben maradt. Tehát tényleg nem volt felületi sérülés rajta, tehát ez tényleg volt rajta, egy olyan bevonat, ami jól működik. És vannak még ilyen példák, mondhatom a Remmers-t is, mondhatom a, az Adlert, meg egy csomó mindenki másnak vannak, vannak jó anyagai, de nagyon sokszor elrontjátok, mert nem csiszoltok. Most is beszélgettem valakivel, mindenki az meg azt hiszi, hogy fogom, meggyalulom, azt lefelületkezelem. Hát a maci faszát. Azt meg kell csiszolni. Megnövelem a felületet, megnövelem a beszívódást, megnövelem a nedvesítő képességet, és akkor fog működni. Máshogy nem fog működni. Ezt ma az öregek is kitalálták. És most képzeljétek el azt a szituációt, hogy az öregek, amikor még a, a bútorlapot készítették, jó? Tehát nem, nem ezt a foscsírát, amit ö, bútorlapnak hívtok. És most megint belemeltünk ilyen etimológiai problémága, ez nem bútorlap. Bárki bármit mond. Óriási nagy ugrás volt az, amikor valamelyik öreg céhes csávó kitalálta, hogy kis apró lécekre felszeli a fát, göcs is lehet benne, le van szarva, összeragasztja pontragasztással, és utána a fűrészelt fúrnért ráragasztat ilyen 2-3 mm vastag fúrnérokat. Nem volt még hámozás. Ráragasztja, és kapott keresztirányba, és kapott egy tök stabil cuccot. És utána ő, ő azzal már nem volt ilyen probléma, hogy majd vissza kellett menni a grófúrhoz, és a küszöbb alatt bekönyörögni magát, hogy helyrehozza azt a kurva sublótot, mert ő elő tudta állítani. azt, hogy ez relatív jól működött. Utána már csak ezt a fingot faragtuk tovább. Aztán eljutottunk ide. És teljesen jogos ennek is a szerepe egyébként. Tehát ennek ugyanúgy megvan. Tehát nem kell lenézni azokat, akik laminált lappal dolgoznak. Hiszen <laughs> nem maguknak csinálják. Tehát ny nyilván én is szeretnék magamnak tömörfabútorokat a csinálni, az más kérdés, hogy én a keret szerkezetet szeretem, és nem pedig a táblásítottat. Ennek is megvan a magyarázata. De nem szabad lenézni azokat, akik lamináltal is dolgoznak, meg úgy senkit sem szabad lenézni, aki kétkezi munkát végezni akkor is, hogyha én is néha azt mondom, hogy hát, faszomat, tehát nem kell fingot faragni, de erre van igény, ezt tudják megfizetni az emberek és egyébként ez uh, valahol egy kicsit így fenn is tartható. Igaz, hogy egyre, egyre szarabb minőségű, mert mindent beledorálnak, és egyre könnyebb is, nem mérettartó, nagyon nagy hisztik vannak. Nekem van itt még 25 éves bontatlan táblám. Tehát meg lehet nézni, a külön, óriási különbségek vannak. Úgyhogy uh, egyre kevesebb és egyre drágább a jó anyag. Úgyhogy ezt azért tartsátok szem előtt. Úgyhogy ennyi lettem volna már, bocs, hogyha kirohantam, vagy egyebek, de ne akarjátok békjóba kötni a fát, nem tudjátok. A csavart eltöri, a vasat meggörbíti, nagyon durva dolgokra képes. De azt hiszitek, hogy meg tudjátok oldani. Jó? Nem akarok tasibás lenni, nem tudjátok megoldani. Jó? Nem fog menni. Higgyétek el nekem. Úgy ennyi lettem volna, iratkozatok föl, meg az összes többi szarság. Azt a